Az olimpia minden ország számára lökést adhat a turizmus szempontjából, még egy olyan város számára is, mint Párizs, amely eddig is turisztikai célpont volt. Tudtuk meg Szabados Gábor sportközgazdásztól. Mint mondja, egy olimpia erősíteni tudja a pozitív képet az adott városról. Párizsba sokan érkeztek idén, hogy közelről figyeljék az egyes olimpiai számok versenyzőit. Alapvetően kétféle sportturistát tudunk megkülönböztetni a statisztikák szerint. Az egyik, aki igyekszik a lehető legolcsóbban megúszni az ilyen kirándulásokat. A másik, és ez az érdekes ebből a szempontból, a másik viszont az, amelyiknek lényegesen nagyobb a költése, mint az átlagos turistának, és alapvetően egy ilyen eseményre, mint amilyen az olimpia, például pont Párizsban, ami ugye amúgy sem egy olcsó város, jellemzően inkább ez a másik réteg az, amelyik nagyobb számban érkezik, főleg ugye olyan országokból, Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és más országokból, ahol igen nagy a fizetőképes kereslet az ilyen turisztikai szolgáltatások iránt. A sportközgazdász hozzátette, ők többet költenek, mint az átlagos turisták. Hajlandóak a szállásra, a közlekedésre, az étkezésre, mindenre többet költeni, amely a helyi vállalkozásoknak a bevételeit növeli. Az 1000 eurós költés az olimpia alatt minimumnak tekinthető, de ettől jóval magasabb is lehet. Hogy milyen gazdasági hatásai vannak az olimpiának Párizsra vonatkozóan, az a következő években fog kiderülni. Akkor, amikor majd vasárnap kialszik a láng és véget ér az olimpia, még nem nagyon tudunk mondani egészen pontosat arról, hogy hogyan is sikerült gazdasági értelemben ez a rendezvény, hiszen ezt majd a következő évek, de inkább évtizedek fogják eldönteni. Tehát én azt gondolom, hogy azért egy 10 év a minimum, de akár e fölé is tehető az, amiben elemezni kell egy olimpiának a hatását. Ha azt nézzük például, ugye a klasszikus példa a barcelonai olimpia, amely 1992-ben volt, annak a hatása gyakorlatilag még a mai napig érezhető abban, hogy Barcelona a turisztikai destinációk között hogyan tudott a legjobbak közé emelkedni. Szabados Gábor elmondta, a helyi vállalkozásoknak hatalmas bevétel, amit most ott elköltenek a turisták, de a hosszú távú hatás az, amely kifizetődővé teheti Párizs, Franciaország számára a rendezvényt. Az olimpiához kapcsolódóan például számos infrastrukturális fejlesztés történt, sok ideiglenes helyszín is épült, nem kellett nagy beruházásokat végezni. Megépült azonban a 14-es metró meghosszabbítása az Orléans reptérig. Az új metrószakasz segíti a turisták gyors bejutását Párizs belvárosába, így még többen tervezhetik nyaralásuk célpontjának a várost.